Ezennel a 15. Vidor-fesztivált hivatalosan megnyitom. 15. alkalommal szálltak a magasba a Vidor feliratot formázó léggömbök a Nyíregyházi Kossuth téren. Minden esztendőben ez jelzi a fesztivál kezdetét. A rendezvénysorozatot Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára nyitotta meg, aki elmondta, a kultúra, a hagyományok őrzése erősíti a nemzeti összetartozást. A kormányzat ezért a kulturális rendezvényekre 18 milliárd forintot különít el az idén, a vidéki fesztiválokat pedig 250 millió forinttal támogatja. Kiemelt figyelmet szentelünk ugyanúgy a sportra is, de a kultúrára is, úgyhogy nagyon-nagyon fontos ez, hogy Nyíregyházán is érezzék az emberek, hogy igenis hagyománnyal minden évben megrendezése kerül egy ilyen nagyon színvonalos fesztivál, és ez azt jelenti, hogy már a 15. Vidor fesztivált nyithattuk meg, ami szerintem egyedülálló Magyarországon, és hogyha nézzük a világban, hogy a fesztiválok ugye érkeznek és mennek, ez tényleg azt mutatja, hogy nyíregyháziak mennyire összetartóak, kitartóak, és ami a céljuk, azt meg is valósítják. A hétvégén a nagy érdemű láthatta többek között a József Attila Színház és a Kecskeméti Színház produkcióit. A Boeing Boeing című fergeteges vígjáték könnyed kikapcsolódást jelentett a közönségnek, de a színészek szerint a könnyű műfaj nem is annyira könnyű. Ez a fajta színjátszás, amit megkövetel mondjuk egy-egy ilyen vígjátéknak az olyas valami, mint mikor a cirkuszban elkapják egymást ott fönt a légtornászok, és hogyha ott nem abban a pillanatban mondjuk azt a végszót, nem abban a pillanatban, és nem úgy mondjuk, és akkor nem kapjuk el egymás kezét ott a színpadon, akkor abból könnyen le tudunk esni onnan a magasból. Ugye ez egy eléggé, amennyire könnyű, annyira nehéz műfaj is szerintem a végjáték. A versenyprogramban hamarosan látható majd a Budapesti Tália, a Katona József és a Víg Színház, a Kossuth téren pedig Péter Fibori, a Budapest Bár és Bobán Markovics is koncertet ad.